Meghamisított történelem. Az eltűnt 300 év nyomában egy kiterjedt összeesküvés áldozatai lettünk. Lehet, hogy valójában csak 1727-et írunk. Az élet virága, az univerzum QR kódja, X-akták, fejezetek az FBI igaz történeteiből, végtelen határok, a nagy egyesített spirituális elmélet, kozmikus megmentők, miért nem segítenek az emberiségnek a földön kívüliek, ősi labirintus Szibériában, egy rejtélyes komplexum, őrült konteós vagy igazlátó, David Icke gyík ember elmélete, Baba Vanga és Vladimir Putyin, a jóslatok és a valóság Oroszországról. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin novemberi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen nézőit Szűcs Roberttel együtt. Üdvözlöm Önöket. Dombóvári Gábor vagyok, és nagy örömmel mondom, hogy a múltkori adás óta rengeteg visszajelzést kaptunk. Nem véletlen, hiszen megint olyan témával foglalkoztunk, ami hát ennyi szóval borzolja a kedélyeket, de nem csak ahogy mondani szokták, bocsánat a kifejezésért, hogy az átlag emberét, hanem még a szakemberekét is, mert én bátran merem állítani, hogy ebből a műsorból hangsúlyozom, még a szakemberek is kapnak olyan újdonságot és olyan információt, amihez nem biztos, hogy hozzájuthatnak itthon. Gondolok most itt arra, amiről beszéltünk a múlt adásban, az időjárás befolyásolásáról és a különféle chemtrail csíkokról. Egyik ismerősöm, aki tényleg egy mérnök, azt mondta, hogy amit elmondtatok, a felét tudtam, a felét nem. Így van, na most gondold végig, hát a múlt adásban egy héttel ezelőtt ott fejeztük be, hogy volt ez a bizonyos Kodisz Nogyres nevezett igen. Úr, aki a rejtvényben is szerepelt, igen. És őnek volt egy bizonyos elmélete, és ő akkor összemondta azokat a dolgokat, amiket egyébként itt is kellene vizsgálni az embereknek, vagy a kutatóknak legalábbis megpróbálni, mert ebben egy részében nem voltak feltételül nanorészecskék, de ott volt benne igazából, ott volt benne a nanoalumínium, ott volt benne a fluorid, amit az Egyesült Államok beletesznek a vízbe, és éppen ezért az emberek legnagyobb részében averzió van a fluoridos fogkrémekkel szemben. Bocsánat, egy mondat, a fluoridos fogkrémek, amiről körülbelül 10 évvel ezelőtt másik televízióban is csináltunk már műsort, mert bele, és ezt nem először mondom el a kedves nézőknek, hogy azóta már módosult egy kicsit a szerkezet, de van, ahol még mindig, de hangsúlyozom, 10 évvel ezelőtt Svédországban, a patikákban már, meg a különféle elárusító helyeken úgy volt kitéve a fogkrém, hogy rá volt írva, hogy után fluor, tehát fluor nélkül. Így van, tíz, most is lehet ilyen kapni. És még mindig ott tartunk, hogy azt hiszik, hogy bele kell rakni. Na mindegy, tehát itt van a fluorid, akkor ott vannak ezek a bizonyos GMO növények, a glifozát, amiről beszéltünk, igen. Amit a Roundup nevezetű gyomírtószerben van, amit az egész világon használnak. Na most, hogyha a kedves nézőink végig gondolják ezt az egészet, amiről a múlt adásban beszéltünk, hogy mi volt ennek az egész kicsengése, akkor jön a következő fejezet, amikor megpróbáljuk nem bebizonyítani, hanem a kedves nézők elé tárni, hogy ezeknek a dolgoknak valóban milyen hatása van a természetre. Tehát nem aztán csak azzal, hogy amit mi elmondtunk, nem az ilyen klasszikus összeesküvés elméletek, nem az, hogy a tudatra akarnak hatni, hogy akarnak lélek lakhelye, ez olyan szép volt, ott van a léleknek a lakhelye, azzal bizonyos, ami a kérdésről, a tobozmirigyről, ahol ez fölgyűlik, ahol érzelmeket és lehet generálni. Nekem ez volt a kedvencem a szónak átvitt értelmében, az intelligens por. Ugye? Na, és ott az intelligens por. Az intelligens por, ez egy másik fajta variációja, tehát ez zseniális volt önmagában is, tehát önmagában is zseniális volt, hogy kitalálták ezeket a módszereket, de ennek vannak még sokkal, de sokkal egyszerűbb módszerei, és akkor kiderül, hogy van még egy olyan dolog a világon, amit úgy hívnak, hogy HARP, amivel nagyon sokat foglalkoztunk, és akkor a Minden mindennel összefügg című történetnél tartunk, amik az előző adásban utaltam erre, hogy rengeteg olyan dolog van a világban, amelyre egy átlagember, sőt még alkalmasint egy ilyen specifikus területet kutató szakember sem figyel föl. Mi viszont megpróbáljuk ezeket az összefüggéseket rávilágítani, és itt van benne akkor ez a bizonyos HARP. Igen. Jelenség, amiről van szó lesz a műsorban. Igen, na és ez a bizonyos HARP,
ezzel a, ez egy magas frekvenciás aktív ionoszféra kutató rendszerről van szó, aminek az első része Gakonában van, Alaszkában, ott építették föl, most elvégben már használtak kívülállt. Igen, ez egy azért 1 milliárd wattos teljesítménnyel sugárzott. Na most ez azokkal azzal a sugárzással, azzal a rádiófrekvenciás sugárzással, amivel képes volt fölmelegíteni az ionoszférát, a harp önmagában is képes arra, hogy befolyásolja az időjárást. Ha most ezekhez hozzávesszük még ezeket a bizonyos chemtrailsíkokat, akkor tényleg döbbenetes hatást érhetünk el. Így van. Hát akkor a harpot emlegettük, itt a mai adásban természetesen erről is szó lesz, meg arról is, hogy hogyan lehet tönkretenni a termőföldet. Félelmetes dolog. És hát még egy, ez a bizonyos tetthelyre geomérnökség. Éghajlatmérnökség. Éghajlatmérnökség, csak ugye hát eredetiben azt mondják, hogy geoengineering. Igen. Hát éghajlatmérnökség. Azért hozom én ezt mindig szóba, mert olyan szavakat és olyan kifejezéseket használunk, amelyek nincsenek a köztudatban. Az előző adásban is a legelső úr, aki bemutatta ezeket a csíkokat, ő neki direkt oda volt írva, hogy ez a geoengineering, tehát hogy ő ennek a szervezetnek, igen, van egy ilyen geoengineering org, tehát hogy ahol komoly emberek, komoly kutatók, mindenfajta tudományterület összegyűlnek, és azt, amit te éppen hiányoltál, vagy amiről beszéltünk, hogy miért nem foglalkoznak hivatalosan ezzel, na ezek az emberek megpróbálják ezt megtenni, de sajnos az ők korlátozott módszereikkel is. Emlékezz vissza, hogy ugyanez volt a helyzet, amikor UFO-król, bármilyen megmagyarázhatatlan jelenségről beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy ha vannak ilyen jelenségek, akkor azok a kutatók, akik például Magyarországon foglalkoztak ezzel, most már nincsenek meg egyébként ez a UFO-kutatás a maga hagyományos értelmében, de akik ezzel foglalkoztak, saját idejükben, saját felszereléssel, saját pénzükből csinálták. Uh-huh. Nem tudták semmilyen módon fölvenni a versenyt azokkal a gigantikus szervezetekkel, jelesül ez benne van a CIA, FBI, NSA és a világ összes már titkosszolgálata, akik egy-egy ilyen eset kivizsgálásához kiküldtek egy különítményt, akkor is, hogyha ez az Antarktiszon történt. Ezzel nem lehet versenyezni, és most ennek a jelenségkörnek, amiről most mi foglalkozunk, a vizsgálatával pont ugyanez a probléma, hogy azok az emberek, akik foglalkoznak ezzel a témával, nagyon szűk körben mozognak, és akkor megint mondtam a nem fog nagyon elkerülni, a mindennel összefügg. Emlékszel, amikor az orvostudományról, kutatásokról volt szó, akkor nyíltan megmondták, hogy a különböző támogatásokat, a különböző egyetemek, kutatóintézetek akkor kapják meg, ha azzal a dolgokkal foglalkoznak, amit az az illető, vagy az az a szervezet akarna, és nem foglalkozhatnak önállóan. Na most itt pontosan ugyanerről van szó. Nincsenek meg azok a szervezeti háttér, mert azoknak a szervezeteknek, akik anyagi támogatást adhatnának ahhoz, hogy ezt a chemtrail, harp, GMO, mindenfajta jelenséget szakszerűen vizsgálják, illetve összefüggéseiben, nem kapnak semmifajta támogatást, mert annak a háttérhatalomnak, annak az elitnek, akinek ez az egész rendszer a céljait szolgálja, semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy ők pénzeljenek olyan objektív, független kutatásokat, amelyek be lehet-e bizonyítani, hogy már pedig igazunk van. Egy film részlettel kezdünk. Figyelmeztettek minket, de nem vettük komolyan. Emelkedett a hőmérséklet. Megváltozott a tengeráramlatok iránya. Olvadtak a jégsapkák. És azt hittük, mindez majd elmúlik. De 2019-ben a hurrikánok, a tornádók, az áradások és az aszály a Föld elnéptelenedésével fenyegettek. Nem csak néhány falu és kisebb partszakaszok tűntek el. Egész városok semmisültek meg. Az E-Silver elárasztotta Manhattan felé. Egy hőhullám pedig egyetlen nap alatt közel 2 millió emberrel végzett Madridban. Ez volt az a pillanat, amikor rádöbbentünk, hogy a kihalás küszöbén állunk. És ha nem teszünk valamit, akkor nem kerülhetjük el a sorsunkat. A világ összefogott és visszavágott. 17 ország tudósai dolgoztak fáradhatatlanul Amerika és Kína irányítása alatt. Nem a saját életüket féltették,
hanem az emberiség fennmaradása volt a cél. Rájöttek, hogyan semlegesítsék a viharokat. Több ezer műholdat lőttek fel és kapcsoltak össze azzal a céllal, hogy szabályozzák az időjárás főbb tényezőit, a hőmérsékletet, a légnyomást és a csapadékot. A folyamatokat pedig egy nemzetközi űrállomáson irányították. A műhold hálózatot mi csak Dutch Boynak hívjuk, egy mesehős után, aki az ujjával dugaszolt be egy gátat, és ezzel megmentette a faluját. Ez a találmány mentett meg minket. Szép lesz. Legalább 50 fok van. Hát szóval film ide, film oda, azért tényleg félelmetes volt, hogy 50 fok, mármint meleg, és akkor hirtelennyiben, mikor megálltak ezek az autók, aztán hirtelennyiben bementek a jégbirodalomba, és hát szörnyű képek következtek ott a jégbe fagyott emberekről, és nem is tudom, nem mondom azt, hogy olyan nagyon régi utópiát, néhány évvel ezelőtt készült ez a film. Igen, de most ebben igazából az a félelmetes, hogy így kezdődik a film, hogy ebben bennünk a felvezetéssel, egy szimpatikus kislány, hang, nagyon jó kis szinkronnal elmondja ezt az egészet, hogy milyen szörnyű állapotok uralkodtak már a Földön. Uh-huh. Éppen ezért mi létrehoztuk ezt a bizonyos rendszert, ez az űrvihar címen ment, de szabad fordításban, mert hogy a Space nem szerepelt benne, nem Geo szerepelt, de mindegy, ez földviharnak kellett volna lenni, de ők maradtak ennél, hogy űrvihar. De jobban hangzik. Jó, azért mondom, hogy űrviharnak jobban hangzik a címe. Ennek az egésznek, a rendszernek az a lényege, hogy egyensúlyt tart fönn az egész Földnek a felszínén. Uh-huh. Na most maga a történet, mert természetesen kell bele valami, akkor igen, bár hát a történet arról szól, hogy van valaki, akinek mégsem tetszik, hogy egyensúlyt tartsunk fönn a Földön, és ez aktiválja ennek a bizonyos berendezés halmaznak egyes elemeit, amire ott például egy sivatagi faluban hirtelenben mínusz 50 fok lesz, és az illető katona oda megy, és hozzáér a kezéhez, és letörik. Ez a valóságban így történne egyébként. Tehát ilyen hidegben, hogyha hát így fagy meg, ilyen gyorsan fagy meg, akkor tényleg így történne, ez nagyon szörnyű hangzik. Ami a mi szempontunkból és a mi adásunkból, mi műsorunkból fontos, az az, hogy létezhet egy olyan rendszer, és akkor most képzeld el, nem egy ilyen komplex rendszert, mert itt ez úgy néz ki, mintha egy hálórendszert építettek volna a Föld közé, ez teljesen komolytalan és ostobaság, mert ekkora felületet megépíteni, arra még azért 200-300 év kéne, hogy ezt megcsináljuk, tehát ez nem működik. Na, de egy olyan rendszert, amely képes arra, és most erről szól a műsorunk, képes arra az időjárásnak a befolyásolására, műholdak segítségével, földi állomások segítségével, chemtrail-csíkoknak a szervezésével. Ha ez erre képes, és ilyen rendszert építenek, akkor az a bizonyos rendszer tényleg megtehetné azt, lehet, hogy nem ilyen szélsőséges formában, mint ott a bejátszásban volt, hogy na most mindig 50 fokban másodperc történt szaladj jégéfagy, de elérhetné azt, hogy ilyen dolgokat idézzen elő a Föld különböző pontjain. És akkor visszautalnék arra, mert ez megfordítja a filmnek a történetét, visszautalnék arra, amit az előző adásban számtalanszor elmondtunk, hogy milyen időjárási anomáliák fordultak elő az utóbbi időszakban. Igen. Egyre többször. Nálunk is.
nálunk is, egyre többször, egyre erősebben, egyre intenzívebben, és mondom, bizonyos országokban az Egyesült Államokat tényleg az ág is sújtja, tehát hogy ott valami szörnyűséges valami volt, tehát a múlt évben is, amiket átéltek, hogy New Yorkban, meg Washingtonban nem lehetett kimenni az utcára, de előtte egy hurikán érte el, aztán másik hurikán, aztán erdőtüzek, aztán szárazság, aztán aszály, aztán most két héttel ezelőtt ilyen földcsuszamlások, hatalmas esőzések, tehát pontosan ugyanazok a dolgok szerepelnek benne, mint hogyha ennek valami fajta mesterséges oka lenne. Ez nem a természetnek a saját megnyilvánulása, védekezési reakciója, azt mondanám az emberi tevékenységre, hanem ez nagyon tudatos tervezésnek az oka. Természetesen senki ne gondolja azt, hogy most egy amerikai rendszer az amerikaiakat akarja büntetni. Én még azt sem mondanám, hogy hát az oroszok lehet, hogy benne vannak, vagy a kínaiak, de még ezt sem mondanám, hanem ezek idézővetéve barul elsült kísérletek, olyan kísérletek, amikor beavatkoztunk a természet rendjébe, és a természet visszavágott. Nem tudtuk felmérni azokat a következményeket. Hiába vannak szuperszámítógépeink, hiába vannak szuperrendszereink, hiába oda tudunk figyelni már mindenre, már nagyjából egészében próbáljuk az időjárás is modellezni, de ez még mindig semmit nem ér, és amikor csinálnak egy ilyen kísérletet, másodlagos, harmadlagos, negyedleges hatását nem tudják felmérni. Tehát ott még egyszer utalás, és ez már a következő magáz a HARP-hoz. A HARP-nak az antenna rendszere, ami most már világ számos pontján létezik. És az igazi Alaszkában létezik? Az egyen Gakonában létezik még az alapvető harprendszer, de a világ számos pontján van. Ez tényleg képes arra, hogy hatalmas erős rádiósugárzással, 1 milliárd wattos volt az a 1000 megawattos volt, ami Gakonában van, az képes fölmelegíteni az ionoszférát. Az ionoszférának a hőmérsékletét akár 1500 fokra föl tudja melegíteni, sőt, ezt el is tudja mozgatni. És aztán kész. Az ionoszférának ezzel a felmelegítésével a Földet körbefutó jet streamekkel, vagyis futóáramlatoknak a megváltoztatásával valóban befolyásolható az időjárás. És akkor szembe kell nézni, és ez a mostani konkrét műsor, ez erről szól, hogy szembe kell nézni azok a dolgokkal, hogy egy halmazati hatásnak vagyunk kitéve, tehát ott vannak a GMO növények, ott van még egyszer, ott van a HARP, ott vannak a különböző vegyszerek, ott vannak a chemtrailcsíkok, ott vannak a HARP-nak a tudatmódosító időjárás és mindenfajta dolga. És ha megnézed, akkor 20 évvel ezelőtt, amikor az emberek, vagy 15 évvel ezelőtt először elkezdtek HARP-al foglalkozni, mint a műsorunk még csak 6 évvel ezelőtt kezdtünk el foglalkozni, mert akkor is leírtuk egyébként, hogy milyen hatása van, és mi már akkor is azt mondtuk, a legelső műsorunkban is azt mondtuk, hogy igen, ne úgy tessék elképzelni ezt az egészet, hogy jön a HARP rendszer, beindul, mert a szkeptikusok ezek indultak, hogy jön egy üzenet, hogy Dombogavári Gábor, kelj föl és járj színű, akármicsoda, mert nem erről szól. De azt meg lehet csinálni, hogy Szűcs Robert és Dombovári Gábor, bocsánat, hogy magamat mondtam ezt, hogy Dombovári Gábor és Szűcs Robert depressziós legyen, kiábrándult legyen, vagy boldog legyen, vagy valami, és pont akkor legyen boldog, amikor nem kéne, és akkor legyen szomorú, amikor szintén nem kéne, de ezeket lehet. És az emberek legnagyobb részével 99,9%-ában meg lehet tenni. És ezzel hihetetlenül komoly dolgokat lehet elérni globális szinten, és akkor megint oda fogunk visszajutni, megint így fogom tartani a kezemet, megint itt ennek a bizonyos piramis csúcsán álló embereknek az elképzelése, hogy végre létrehozzák azt a bizonyos új világrendet, és ez megint csak annak a céljait szolgálja, hogy az embereket befolyásolja, irányítsa olyan döntéseket. Nagyon sokszor elhangzik például, hogy meghoznak bizonyos döntéseket, és a háttérben te nem is sejted igazából, hogy emögött állhat valami fajta olyan befolyásolás, mondják ezeket az úgynevezett ilyen színes forradalmakat, ki ebben a narancsos forradalom, meg ilyesmi. Tehát rengeteg olyan dolog van, hogy senki nem gondol arra, hogy mi van, hogyha ezeket az embereket így befolyásolták. Várjál, még egy utolsó. Szerintem ezt nagyon kevesen tudják, hogy 2003-ban, én emlékszem, amikor az amerikaiak megtámadták, teljesen jogtól megtámadták Irakot, akkor arra hivatkoztak, hogy hú, amikor már nagyban zajlott az invázió, na akkor most jön majd iraki milyen gárda elnök, nem tudom most pontosan, hogy hívják, bocsánat, ez most nagyba ki, nem tudom hirtelen, de azok előjönnek, mit tudom én, 80 ezer ember, és na azok aztán majd megpróbálják, mert ők kiképzett katonák, mi minden. És mi történt? Előjött a 80 ezer ember, négy kézláb odamászva, csókolgatva az amerikai csizmáját, és mindenki anélkül egyetlen fegyverlövés nélkül megadta magát. Igen. De komolyan mondom, hát, most erre azok az emberek,
akik meg vannak róla győződve, hogy ez egyértelműen egy harp akció volt. Van egyébként ilyen film is, a Denzel Washington a Manchuriai jelölt, hogyha kedves nézők akarnak egy jó filmet látni erről, mert öbben háborúról van szó. Tehát ugye ez erről szólt, tehát döbbenetes volt, hogy azt gondolják, hogy igen, ezek az emberek kaptak egy ilyen valamit, egy ilyen löketet a harp segítségével, amiben mérhetetlen szorongás, félelemérzetet váltottak ki, ami oda vezetett, hogy reménytelennek érezik. Úgy gondolták, hogy nem érdemes fölvenni a fegyvert, mert kész az egész, és anélkül tényleg egyetlen puskarövés nélkül megadták magukat, ennek mind utána lehet nézni. Igen, és akkor, amikor az előbb azt mondtad, hogy igen, mert befolyásolni az embereket, a lelküket, az érzelmeket, meg mindent, akkor én megkockáztatom azt, hogy, és valahol ezzel is hangzik, hogy az emberi faj megváltoztatásáról van szó, és akkor még durvább, hogy az emberi faj elbutításáról, mert akkor mindenki, mint a birkák mennek, afelé, amerre beléktáplálják ezt így. Gabi, hát ha körülnézünk a világba, akkor ez a terv tökéletesen halad. Erről jutott eszembe az egész. Pontosan így van. És ebben az a legnagyobb bizonyíték erre az egészre valóban az, hogy körbe kell nézni, és azt mondjuk, hogy kérem, tényleg ilyenek az emberek, tényleg ezt csinálják, tényleg így reagálnak rá. Hát ezek szerint sajnos sikeresen zajlanak a kísérletek. Zajlanak a kísérletek. Na szóval nem csak beszélünk a harpról, hanem akkor tényleg tovább megyünk, hogy ezek az alapok egyáltalán milyenek. Az Arco cég eredetileg 1984-ben keresett meg, hogy próbáljak valamit kitalálni az Alaszka északi lejtőjén található földgáz hasznosítására, mert nem tudják eladni. Hogy érzékeltessen, mennyi gáz van ott, elégetésével egy évig lehetne fedezni az Egyesült Államok villamos energia szükségletét. Kezdeményeztem néhány katonai alkalmazást és olyan polgári célú hasznosítást is, melynek során a gázból elektromosságot fejlesztenek, és ezt gigantikus antennákra vezetik. A HARP hatalmas antenna, amelyen rádiófrekvenciás energiasugarat küldünk a felső légkörbe, és ezzel kicsiben utánozzuk a naphatását. Képzeljük el a földi légkör egyik rétegét, az ionoszférát, mintha szappanbuborék volna. Ez a hártya természetes elektromos védőpajsként óv a Földön minden életet a halálos napsugárzástól. Az ionoszféra nélkül egyszerűen megsülnénk. A Földön minden élőlény megsülne. A szabadalmi leírásban ismertettem, hogy el lehet vele pusztítani rakétákat, vagy akár be lehet avatkozni általa a távközlésbe. Más ötleteket is felvetettem, például az időjárás módosításának lehetőségét, és végül azt is, hogy miként lehetne megemelni a felső légkört abban a reményben, hogy eltérítsük a rakéták pályáját. Amikor az ionoszférába rádiófrekvenciás sugarat küldünk, ez beleütközik a légköri molekulákba, és az elnyelt energia felmelegíti az ott található gázokat. Így a kószáló molekulák hőmérséklete akár 1600 fokra is növelhető. A nap is ezt teszi a légkör elemi részecskéivel. Az elektron áramlás befolyásolja a globális időjárást. A mágneses viharok még a telefonkábeleket, energiahálózatokat is tönkretehetik. A Föld ionoszférája hihetetlen mennyiségű energiát tárol. Glóbuszunkon minden pillanatban 8000 vihar tombol. Több millió amper áram zúdul a Földre a villámcsapásokkal. És a HARP adhatja meg ehhez az indító lökést. 1983-ban olajat keresve a Földben rádióhullámú rétegvizsgálatot végeztem 30 watttal. 9 állam területén 26 olajforrást találtam 100%-os pontossággal, holott csak 30 watt teljesítményű sugár hatolt a kőzet rétegekbe. A kísérletek során a HARP 1 milliárd wattot sugároz egyenesen az ionoszférába. Szóval, ahogy a korábbiakban is említettük, és te is mondtad, a HARP bobbázza az ionoszférát, beláthatatlan következményei lehetnek mindennek, és elmondtuk, és már nem csak egy helyen van HARP.
Így van, most. De ezek, bocsánat, azért mondom, összhangban vannak, vagy össze-vissza hárpol mindenki, hogy így mondjam, a saját érdekeit figyelembe véve. Nagyon jó meglátás, igen. Én is úgy látom, pont ez a legnagyobb probléma. Azért van káosz. Így van, ezért van ez a kaotikus helyzet, mert nem csak az van, hogy van egy egységes rendszer, amit egyetlen egy helyről koordinálnak, és akkor az biztos, hogy nem biztos, de nagyjából meg fog működni, de mindenki elindítja a saját kis kísérletét, mert nem akar lemaradni, mert azt gondolja, hogy ha a másik, akkor milyen előnyre fog szert tenni, ha ő lesz képes arra, hogy mondjuk az ionoszférának a befolyásolásával a rakéta pályáját el tudja téríteni a rakétát a pályájáról. A probléma az, hogy ahhoz, hogy ezt a kísérletet elvégezzék, ehhez föl kell lőni egy rakétát, mondjuk még szerencsére nincs rajta nukleáris töltet, föl kell lőni egy rakétát, majd annak a rakétának át kell haladni azon a zónán, ahol ezt a bizonyos ionoszféra besugárzást létrejön. Hát miért belövik a jég dolgokat is? Igen, várjanak, de itt ez azt jelenti, hogy ezt a kísérletet élesben valóságosan meg kell csinálni. Nem csak számítógépes szimuláció az egész, élesben meg kell csinálni. Viszont azzal, hogy mi lesz ennek a pontos következménye, Na, hát ezt tapasztaljuk mi, mert most meg. És ami itt elhangzott, hogy ezek például alkalmasak arra, régebben arra találták ki először, hogy tenger alattjárókkal kommunikáljanak, miután ez képes a földbe is, meg a víz alá is behatolni, azért találtak földgáz és olajmezőket több ezer méteres mélységben. Tehát erre, de akkor is már leír egy bizonyos pályát, és akkor jön a másik dolog, amiről már beszéltünk egy régebbi adásban, amit említettem, hogy miután komplex dologról van szó, képzeld el, hogy mi lehet akkor, hogyha ezeket a bizonyos harp dolgokat, vagy chemtrail dolgokat azért használják, hogy a harpnak a dolgait felerősítsék, tehát hogyha esetleg alacsonyabb magasságban ezek a harp sugárzás onnan visszaverődik, tehát nem kell feltétlenül feljutni az ionoszférába. Na most ez a bizonyos Eslund nevezetű úr, Gerard Eslund nevű úr, ez már többször szerepelt, tényleg ő volt az atya ennek az egésznek, több ilyen bejegyzett tanulmánya volt, és ő tényleg ezekre a dolgokra kezdte el használni. És hogy milyen az ember, hogy igazából ez egy teljesen pozitív dolog volt. Ez azt a célt szolgálta, hát az, hogy már kommunikálják a tengeralattjáróval, az már, hogy miért vannak az a tengeralattjárók rakétával, nem az, de az, hogy föld, gáz és olajmezőket tárjanak föl, természeti kincsek tárjanak föl, nagyon jó. És abban például jött az ember, azt mondta, jött az észre, hogy gyerekek, na hát ebből fegyvert is lehet csinálni. De hát akkor már nem használjuk fel erre? Az ősharpnál is most azt mondom én hát is. Igen, ott már akkor is megmondták, hogy mekkora olajmezőt, meg mit hol fedeztek föl. Így van, na de utána egyből rájöttek arra, hogy ez nem csak arra jó, hanem arra jó, hogy fegyvert csináljunk belőle. És abban a pillanatban a többi részét azt hagyták, mert az másodlagos, és megpróbáltak ebből egy úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon sikeres fegyvert fabrikálni, és most képzeld el, hogyha a világ több pontján zajlanak olyan kísérletek, amik tényleg csak kísérletek, akkor nem élesbe, tehát nem akar még nem tudom milyen kárt okozni, de a saját rendszerét szeretné kipróbálni, hogyha fölmelegít az ionoszférát, hogy hat a rádiósugárzás, hogy a rakétára, hogy hat az időjárásra, hogy hat az emberekre, ezt mind ki kell próbálnia. De ez nem lehet modellezni, szóval ezt most erre mondják, hogy jó lenne, hogyha édesanyáddal kísérleteznél, és igen. egyébként, de sajnos velünk kísérleteznek, és az emberiségnek egy jó része benne van. Egy héttel ezelőtt láttam valami olyan anyagot, az Antarktiszon van valami fajta bázis, ami a téli időszakban, az ottani téli időszakban, amikor ott ilyen az átlagkőmérséklet mínusz 75 fok, akkor nem szívesen használják, de olyan különös alakzatokat fedeztek fel, amik úgy néznek ki, mint egy harp rendszernek az elemei. Tehát ha valamit most el akarunk az emberek elől rejteni, műholdak elől semmit ott lehet elrejteni, na ott az. Na, de állítólag a jég alatt és a föld alatt is felfedeztek valamit az Antarktiszon. Így van, de rengeteg olyan dolgot találtak, de ezeket a rendszereket oda tudják telepíteni, és onnan működnek egyébként, és akkor esetleg választ kaphatunk arra, hogy miért vannak azok a bizonyos anomáliák a déli sarkon, az Antarktiszon, amiről mi is beszéltünk a műsorban, amiből mi felvetettük, hogy még akár a Hitler csészeivel kapcsolatban egy valami fajta bázis is lehet ott. Az egyik oldalán olvad a jég, a másikon nem olvad a jég. Tehát olyan anomáliák vannak, amire mindenfajta megoldásokat akarnak kitalálni, és akkor kiderül, hogy hát a harba kéne keresni. És milyen rossz dolguk van most a meteorológusoknak, képzeld el, mert megpróbálják az ő saját modelleikkel, az ő számítógépes programjaikkal megállapítani, hogy milyen lesz az időjárás, majd nem jön be. És
elsősorban magukat fogják hibáztatni, és azt mondja, hogy gyerekek, meg kéne nézni, hogy azon a régióban, hogy ezt megpróbáltatok megállapítani, hogy milyen lesz hosszú távon az időjárás, ott éppen működött egy ilyen harprendszer, és persze, hogy az összes adatot semmisé tette, és semmi nem jött be belőle. Tehát én attól félek, hogy annyi rengeteg fajta kísérlet zajlik, annyi mindenfajta negatív értelemben, hogy ezért ez eltorzítja ezeket a dolgokat, és a globális fölmelegedés, amit mi azzal a jelszóban illetünk, a nagyon sok ilyen alternatív kutató úgy véli, hogy ez egyedül ennek a nagyon felelőtlen világ minden pontján folyó kísérleteknek az egyedül. Igen, mások pedig azt mondják, hogy a globális felmelegedés, ez csak üzlet, már úgy értem, hogy ebből nagyon sokan megélnek, az ezzel kapcsolatos mindenféle történések. Karbontőzsde. Igen, karbontőzsde például, amit emlegettünk, és azt mondják, hogy tulajdonképpen, ha visszamegyünk évszázadokkal, mondhatnám évezredekkel, akkor is a földgolyónak ez a természetes időjárás változása megvolt, mert volt jégkorszak is, meg minden, hogy ez természetes, csak nem lehet itt igazságot tenni, mert szerintem, ha ez így lenne, hogy ez egy természetes folyamata lenne a Föld életének, mert ugye ez egy élő bolygó, akkor azt még rontjuk is azzal, hogy ilyen rendszerek vannak. Hát például rontani rontjuk egyébként, de nagyon jól mondod, mert a 14. század, vagy a 15. században, 1400-es években volt a nagy persi sárvány, ami Európa lakosságának a felét kiirtotta. Igen. Na, az azért következett be, mert előtte volt egy nagy felmelegedés időszak, majd jött egy nagy leülés időszak, amikor a termések a nagy része elfagyott, nyáron is mínuszok voltak, az emberek legyengültek, és akkor tört ki ez a bizonyos persi sárvány. Tehát azok, akik nem hisznek ebbe, többek között az Egyesült Államok elnöke, a Donald Trump, akit egyébként kedves Terminátor barátunk Arnold Schwarzenegger egy olyan jelzővel illetett most, amit a 12-es karika miatt nem fogok elmondani, de nemes egyszerűségének idiótának nevezte. Igen. Mind a ketten republikánusok hozzá kell tenni. Tehát hogy gondolkozhatnak róla a demokraták? Na, tehát ő azt mondta, hogy ő hisz ebbe, ő szeretne, hogy ő úgy gondolja, mint volt kaliforniai kormányzó, hogy az Egyesült Államok államainak, tehát az 51 államának a vezetői nagyon szívesen eljönnének egy ilyen konferenciára. Csak az a baj, hogy a szakemberek, a tudósok ugyanúgy, mint hogy nem ismerik el sem a chemtrailt, sem a harpot, sem a gémot, se semmit, ugyanúgy nem ismerik el egy részük ezeket a dolgokat se, sőt, nagyon komoly Nobel-díjas tudós könyvet ír arról, és azt mondja, hogy kérem szépen, be tudom bizonyítani önöknek, hogy ez a jelenség, ez abszolút természetes eredetű, a Föld saját maga produkálja, és az emberi közreműködésnek semmi köze nincs hozzá. A másik, megír egy másik könyvet, amelyben pontról pontra az ellenkezőjét bebizonyítja. Persze, na jó, akkor menjünk tovább, hogyha már itt emlegettük Ausztráliát is, meg Kaliforniát is, és a különféle időjárási anomáliákat, a következő helyszínünk Melbourne, és természetesen megint csak az időjárás befolyásolása. Melbourne a történetének egyik legnagyobb viharát vészeli át. Villámárvizek alakul ki. A 10 centis jégdarabok mellett egy hónapnyi csapadék hullik 48 óra alatt, egy kisebb tornádó kíséretében. Az időzítés rendkívül szokatlan. A felvételek előtt hosszantartó aszály van. A felvételek után pedig hatalmas viharok következtek. Egymást követik a szélsőséges időjárási viszonyok. A rekordot jelentő aszályból egy csapásra a legcsapadékosabb tavasz lesz. Lehet, hogy véletlen egybeesés, de ahol feltűnnek a körök, onnan menetrendszerűen jelentik a hatalmas viharokat. Vajon mit takarhatnak a fura korongok? Találgatások kezdődnek. Lehet, hogy kísérleti időjárás módosító fegyverrel van dolguk? Köztudott, hogy a hadászatban már voltak kísérletek, például arra, hogy hurrikánokat idézzenek elő. Ha szabadon lehet irányítani az időjárást, az félelmetes fegyver. Ha hevesebbé tudnak tenni egy vihart, vagy szabályozni tudják a haladási irányt, akkor megkezdődhet az úgynevezett természeti hadviselés. Egy földrengés, tájfun vagy hurrikán nagy pusztítás végezhet az ellenség országában. Sci-fi beillő állításnak hangzik, de időjárás szabályozó fegyverek léteznek, és már be is vetették őket.
Az Egyesült Államok 1967 és 72 között végezte a Popeye hadműveletet a vietnámi háborúban. Felhőmagvasítással idéztek elő esőt. Az amerikai légierő nagy mennyiségű felhőmagvasító vegyszert juttatott a levegőbe az ellenséges csapatok fölött. Olyan záport idéztek elő, ami a földutakat sártengerré változtatta. Földcsúszamlások is voltak, és rengeteg katonai jármű vált mozgásképtelenné. Az esős évszak több héttel tartott tovább, és elmosta a termést a földeken. Az amerikai hadsereg egyik legkomolyabb fegyvere az időjárás lett. A fejlettebb időjárás módosító technológiák kutatása a mai napig szigorúan titkos. Ha már 40 éve képesek voltak ilyesmire, el lehet képzelni, hol tartanak manapság. Bármi is történt Ausztráliában, egy valami biztos. A jelenségre a mai napig nem találtak magyarázatot a meteorológusok. Amikor a Kennedy gyilkosságról beszéltünk, akkor nagyon sokszor szóba került, hogy egy csomó dolgot titkosítottak, nem tudom, 75 évre, jó néhány. Így van. Felszínre került, de mind a mai napig titok. Na most, hogyha megnézzük és visszaemlékeznek a kedves nézők arra, hogy ez elkezdődött, hogy Vietnámban már akkor időjárás befolyásolás, nem sorolom el, nem ismerem el, ismétem el még egyszer, hát akkor miért, kicsit álkérdés, miért csodálkoznak azon, hogy még mindig titkos, és még mindig nem ismerik el, vagy amit elismernek, az féligasság. Hát, miközben hány éve volt a vietnámi háború? Például őszintén szólva így van, az embereknek 75-ben volt a békekötés. Igen. Igazából az embereknek a legnagyobb része nem tudja, hogy 1967 és 72 között 2000 ilyen bevetés volt a Popeye hadművelet keretében, amikor csinálták ezt az előző adásban, és megemlítettük, hogy csináltak ilyen esőket, mesterségesen esőket idéztek elő. Na most ebből a bejátszásból, ami itt Melbourne-ben történt, amikor egy aszályos időszak végén a szó fizikai értelmében egyik órára másikra leszakadt az ég. De előtte, és ennek utána nézhetnek a kedves nézőink, megnézhetik a különböző az időtájt készült radar felvételeket, de ilyen furcsa, korongszerű jelenségek, ilyen felhőalakzatok tűntek fel, amiről mindenki meg van róla győződve, hogy ez egy harp tevékenységnek az eredménye. A pár perc előtt azt mondtam, hogy ha valamit nagyon akarunk, el akarunk dugni, akkor ez mondjuk az Antarktiszon helyezik el, de ott elég szélsőséges időjárási körülmények uralkodnak. Másik ilyen terület, Ausztrália, ami azért ez egy elég nagy kontinens, nagyon-nagyon kevés ember él, és a nagyon nagy része lakatlan egyébként, vagy szerintem élnek rajta. Na, ott lehet ilyen kísérleteket hajtani. És ebbe a bejátszásban hangzott el egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kifejezés, amikor azt mondta, hogy természeti hadviselés. Így van. A végén azt mondta, hogy már 40 évvel ezelőtt, ez 2015-ös film volt, most már 43 évről van szó, 43 évvel ezelőtt, vagy 53 évvel ezelőtt, vagy 55 évvel ezelőtt képesek voltak az amerikaiak arra, hogy ilyen dolgokat csináljanak meg, akkor mire képesek most, amikor az éves költségvetés az Egyesült Államoknak 800 ezer millió dollár, és ebből készítik a fegyvereiket. Igen. Most ezt emlékszel, elmondtuk az egyik adásban, hogy milyen fantasztikus egy ilyen úgynevezett természeti fegyver. Hát ennek a természeti fegyverrel, ha mi aszályt idézünk elő, ha mi monszunszerű esőzést idézünk elő, ha tornádót, hurikánt, bármit idézünk elő, akkor szételjük a kezünket, hogy mi? Hát ez az időjárás. Ez a természetes időjárás. Kérem, igen. Tessék megkérdezni az általunk lefizetett klímakutatókat, igen. És azt fogják mondani, hogy igen, kérem szépen, mert nem figyelünk a bolygónkra, és ez azért következett be, mert igen, és ez már a globális felmelegedésnek az eredménye. De tényleg meg lehet ezt csinálni. Ezek az események sorra bekövetkeznek. És ha tényleg körbenéz valaki a világba, én tudom, hogy az emberek, a fiatalok nem szeretik a megint elhallottam a mondatot, az emberek nem szeretnek szembenézni az igazsággal. Mindenki szeretné a szűzpolitikát folytatni. Elég szörnyű a világnak a helyzet, hogyha körülnézünk, és még ezzel is okkoljuk magunkat. Na de ez a struszpolitika, ahol mert tudomásuk éve nem egy, kérem szépen. Ezek a dolgok igenis működnek, ezeket a dolgokat alkalmazzák, és ennek a levét mi isszuk meg, de például már olyanokkal fenyegetnek, és akkor most figyelj, és erre én olvastam már ilyen statisztikákat,
hogy a világ különböző pontjain miképpen változtatta meg az élelmiszerárakat. Például az, hogy ilyen esőzések voltak, hogy elment a termés, a máskodon aszály volt, és nem volt elegendő termés, a máskodon tönkrement, hogy milyen. Tehát, hogy ebből ez a szörnyű, hogy még gazdasági célra is föl lehet használni. De ne feled szabad, olyannyira föl lehet használni, hogy néhány évvel ezelőtt, nem emlékszem pontosan az időpontra, de valamelyik műsorunkban el is mondtuk, hogy egy illető, egy gazdasági és tőzsdei szakember elmondta valamikor az év közepén, hogy a következő évben az élelmiszerárak fel fognak emelkedni. És felemelkedtek. És felemelkedtek, szóval... Nagyon. Ezek az emberek tudnak, na azért mondom, tehát, hogy ennek egy kismértékű ilyen hatása ehhez is vezetett, és például egy olyan régióba, ez Európában azért csak az Európai Uniót itt talán annyira durván nem lehet művelni. De ott van a szegény Afrika, ahol most már 1 milliárdan vannak, és ahogy az egyik műsorban bemutattuk, az évszázad végére 4 milliárd ember fogott élni. Mit fognak enni, ott egy olyan, egy ilyen akció, egy ilyen aszály, egy ilyen szárasság, az több millió, 10 millió, alkalmasint 100 millió embernek a halálát okozhatja, és mert ugye ebben a programban sokszor szerint benne van egy népességszabályzás is, de ha elérik ezt a hatást, akkor az emberek természetes módon, akármennyire haragszunk a migránsokra. Elindulnak, hát akkor is el fognak indulni, mert az életterük megszűnik, és minden olyan populáció az evolúció során eddig, ha az élettere valamilyen módon ellehetetlenült, akkor úgy, mert ha lelegelték a füvet, akkor egy új területen mentek. Hát vagy pedig... A legegyszerűbben mondva, bocsánat. Vagy pedig kipusztultak. Vagy... az állat és növényvilágra értetlen. Na, ez a legszörnyűbb egyébként, ez van. A mondat, hogy igen. Na menjünk akkor tovább, mert itt szóba került az előbb is, és akkor mondtuk, hogy nem csak az számít, hogy mi mit lélegzünk be, hanem hogy mi kerül bele a földbe, és ez a bizonyos körforgás. Na most ahhoz, hogy itt mondtad, hogy éhezés és minden, akkor ahhoz viszont kell termőföld, és kellenek termények. És itt tartunk, hogy hogy teszik tönkre a termőföldet. Giant grids and the X's in the sky that weren't part of our existence until just a decade or two ago is somehow called a kook. And the people that are the best and biggest proponents for the revolution and for liberty, they don't want you to talk about it because you could discredit them. It seems to be an industry that's being built up to milk the taxpayers by undergoing some kind of a giant spraying, global spraying program to make all kinds of money on the project. And they don't seem to care really what effect it has. They're not trying to experiment to see if humans can survive it or anything like that. They just want to get this stuff up. And then we discover, as we're going further down the line, that there are companies generating genetically modified organisms, seeds, modified seed crops that are they're being engineered to resist the aluminum in the soil. A lot of crops won't grow in that, and so now, after they've messed up the soil, all the farmers were going to have to go back and buy seeds that have been genetically engineered to resist the aluminum that have been put into the soil, and all of a sudden, mankind is completely dependent upon these companies like Monsanto and other giant agricultural firms. You can't even grow natural seeds anymore. And we're looking at that. It's a shocking thing. I hope we don't find that that's true. But all the arrows right now are pointing in that direction. Na jó, akkor egyszerűsítsük le a dolgot. Mi megfertőzzük a talajt, utána kitaláljuk az ellenszert, a gazdák tönkre mennek, de hogy ne menjenek tönkre, kénytelenek megvenni az ellenszert, amit mi fejlesztettünk ki, tehát csak tőlünk. A talaj megfertőződött, mi helyrehozzuk, és ebből baromi sok hasznunk van. Ez tökéletesen igaz, és gondold végig, rögtön visszatérünk erre, gondold végig, az emberi szervezetre fontos, hogy ez a helyzet. Ugyanis az előző műsorban, mostani műsorban is arról volt szó, az egy a természet, amikor valóban olyan dolgokkal permetezzük a chemtrailekkel, olyan permetezzük a légkört, ami leülepszik itt a talajba, beépülnek például ezek a nanoalumínium és hasonló ilyen anyagok, beépülnek oda, de ezek a növények nincsenek felkészülve arra, csak azok a vetőmaggyártó
például a Monsanto, csak ők vannak rá fölkészülve, ők képesek genetikailag, genetikai mutációval előállítani egy olyan anyagot, a GMO könyvek kezedben látom, igen, egy olyan anyagot, amely képes arra, hogy ezt a bizonyos dolgot feldolgozza. Na most képzeld el, amikor, és akkor megint mondanánk egy okot arra igazából, hogy miért, mi a célja ennek az egész chemtrail jelenségnek, halkjelenségnek, uh-huh, mindennek, hogy amikor az emberek szervezetébe belekerül ez a bizonyos anyag, miután azért mi milliószor komplexebb szervezet vagyunk, mint egy bármilyen komoly növény, a mi szervezetünk szintén nem alkalmas arra, hogy olyan mennyiségben ezt a bizonyos dolgot feldolgozza, uh-huh, felhasználja. Éppen ezért majd valamikor jelentkezik valamelyik nagyon nagy gyógyszergyár, és azt mondja, hogy tömegesen jelentkeznek, uh-huh, ilyen problémák, és akkor ők azt mondják, hogy kérem szépen, mi viszont megtaláltuk önöknek az ellenszerét. Itt van ez a bizonyos gyógyszer, ami egyébként, ha beszednek, akkor ez semlegesíti a hatást, de ha mi beszedjük, akkor nem tudjuk, hogy abban a gyógyszerben még emellett milyen egyéb hatóanyagok van. Na most nem véletlenül fogadtam én hát a tényfeltáró nemzetközi bestsellert. A pusztítás magvai, ez olyan, igen, jó. A génmanipuláció titkolt célja, és akkor hát az, hogy Armageddon, ezt már azért nagyjából tudjuk, de azt mondja, hogy gén Armageddon, Terminátor és sertés szabadalmak, vagy pusztító magok értékesítése mindenhol, erről is beszéltünk, és hogy sertések és bikák szabadalmaztató spermája, úgyhogy ebben a könyvben a pusztítás magjai gyönyörű szépen leírnak, és mindent az égvilágon, úgyhogy természetesen gratulálunk ennek az Engdahl nevű szerzőnek. Több könyv is megjelent, még egy mondani, a legtöbb ilyen terület egyébként, olyan GMO növényeket termesztenek, ezt más műsorban elmondtuk, itt van velünk határos országban, Ukrajnában. Amikor volt ez a bizonyos, mondják ezek a színes forradalmak, színes forradalmak, ez a narancsos forradalom, amikor egy volt CIA ügynök, Poroshenko nevű milliárdos került hatalomra, onnantól kezdve elkezdték a termőföldek kiárusítását, és az Európai Unióba, aminek itt most ez képezi a határát, igen, ott nem lehet GMO növényeket termeszteni, ellenben Ukrajnában az a sok millió, vagy sok százezer hektár földet, amit megszereztek, olyan kizárólag GMO növényeket termesztenek, és a kedvencünk, amivel mi nem fogunk foglalkozni, még Soros Gyuri bácsi. Igen. Soros Gyuri bácsi elég szép összeget fektetett be abba, hogy földterületeket szerezem be, és természetesen ott is GMO növényeket, de nem az ő személy a lényeg, mert a háttérben nagyon-nagyon sok ilyen ember van, na de ott is megcsinálják, tehát már is ezeket a dolgokat használják, és az egy másik történet, hogy hogy lehet ezzel a gazdákat ellehetetleníteni, mert a termésnek, ami akkor megterem, akkor annak a magját nem tud megint elvenni, hanem még egyszer. Persze, meg kell venni a következőnél. Hát, na ez önmagában is kizsigerelése, igen, nem csak európaiaknak, hanem főleg Indiába, Indokínába, Dél-Kelet-Ázsiába, Indonéziába és Afrikába. Jó, akkor mondjuk azt, hogy a témának ez volt most az első felvonása ilyen értelemben, hasonlóképpen folytatjuk. Good afternoon, ladies and gentlemen, Mr. Chairman. It is a pleasure to be here to speak with all of you today. One of the things that I would like to say is that we are in a global drumbeat right at the moment, talking about climate change and global warming. One of the things that is affected by climate change is agriculture. But some of what we are seeing is man-made, but man-made in a different way than you may guess. Weather modification programs, experimental ones done by private companies, done by the United States government, done by states across the United States, are underway. There's more than 50 of them in operation across the United States. All of these impact agriculture because they change the microclimates needed for agriculture to survive. None of these programs that I know of today, and this is all public record, are available at any time with oversight, agricultural oversight or public oversight. These programs impact agriculture, and there are programs around the world, international corporations, are modifying our weather all the time, and they're modifying it in ways that
cover thousands and thousands of square miles. Most of it is chemically altered, so that what happens is that we are putting chemicals, ground-based chemicals that are shot into the air, or chemicals coming from airplanes that change and modify our weather. So one of the things that I'm concerned about and that we need to address in the future is how these programs are impacting microclimates needed for our crops to survive and needed for pollination. If we change the growing season, the pollinators may not survive, and also our crops, our flowers, and our tree crops may not get the pollination needed. So one of my areas is looking at this situation to see if we can begin to put under control experimental and other types of weather modification programs. The other issue is that a lot of times we're talking about mitigation for climate change. It's rather an undefined term at this period of time. And so what happens is that many times we're talking about artificially putting chemicals like sulfur or particulates into the atmosphere in what they call geoengineering schemes to reduce and help the planet, supposedly, but help the planet to not go through such a tremendous global climate change and to mitigate global warming. However, the incidence of putting chemicals into our atmosphere is going to change and impact agricultural crop production. And if you take and you put up into our skies chemicals to reduce the amount of sunlight reaching the earth, you are going to begin to reduce crop production. Studies at the University of Illinois on corn crop production show reductions. Without the process of photosynthesis, whereby plants from direct sunlight gain the energy to grow, to produce crops, we are going to find ourselves, if we mitigate in that direction, impacting the crop production not only here in the United States, but worldwide. Ez a nagyon szimpatikus hölgy nagyon-nagyon tragikus képet festett itt a jövőre nézve, és lehet, hogy te is csodálkozol, hogy erről nekem miért a méz jut eszembe. Igen. Jó. Azért, mert mostanában nagyon sok szó esik arról, hogy a mézfogyasztás, a mézexport, és hogy a méz előállítása, és amennyiben az élővilág, most a méhekről beszélek, száma a méheknek csökken, akkor eljutunk odáig, hogy nem lesz, aki beporozza, aki mondom direkt, a virágokat, és aztán akkor nem lesz virágméz. És a vége a dolog, hogy Kínában ez nem új dolog, el is ismerték, már kézzel porozzák sokszor a virágokat, mert nincsenek méhek. Így van, nagyon. De ez egyiket Rosalind Petersonnak hívják ezt a hölgyet, és az Amerikai Egyesült Államok szenátusi meghallgatása volt. Uh-huh. Ő lehet látni rajta, hogy nem chemtrail hívő. Igen. Nem egyenes hát ember, soha ezt a kip, bár azért szerepelt, hogy néz föl az égre azért, és elbeszélt ezeket a dolgokat. Igen. Ő azt mondta, hogy de nagyon őszintén, nagyon normálisan, nagyon közvetlenül, hogy időjárás módosító programok folynak az Egyesült Persze, Államokban. Ő elmondta, hogy az Egyesült Államoknak a kormánya, a szövetségállatoknak a kormányai, a különböző titkosszolgálatok, ami ebben nem szerepelt később, mindenfajta szervezet, 10 évvel ezelőtt 50 szervezet foglalkozott ezekkel a programokkal. Ő felhívta a figyelmet arra, ő nem akart belemenni semmifajta összeesküvés elméletbe, hanem azt akartam mondani, hogy kérem szépen, ezek részben nincsenek összehangolva, amiről mi beszéltünk, igen, az országon belül sincsenek, nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb, nem tudják, hogy ki milyen kísérletet hajtott végre, és hogy milyen hatással lesz arra a kísérlet, amit ő el akar kezdeni, és el akar folytatni, és ő azt mondja, hogy a mezőgazdaságra ennek nagyon-nagyon komoly hatása van, amelyben ezek a kísérletek zajlanak, részben azok, amik lehullanak a talajra, részben ezek a felhőképző programok, ez a mezőgazdasági termelésre hatással van, és akkor visszautalnék arra, emlékezz, amikor a John Brennan, azt az előadásban volt, a CIA-nak a volt elnöke, igen, amikor elmondja, hogy az általunk most elindított programok, amikkel ilyen szulfidokat akarunk a légkörbe juttatni, ez egy nagyon pozitív dolog, ami számunkra nagyon pozitív, sajnos ez azzal jár, hogy mi magunkat előnyös helyzetbe hozzuk, a másikat hátrányos helyzetbe hozzuk, és hogy gyakorlatilag ott nyíltan a külkapcsolatok tanácsa
illusztris, nagyon kivágott az elit tagjaiban álló grénium előtt, elmondta ezt az egészet, hogy ez milyen következményekkel, és az volt a lényege, hogy nekünk jó lesz, mindenki másnak meg rossz lesz. És ez a hölgy ezt mondta kisebb, tehát alacsonyabb szinten, de elmondta ugyanezt, hogy sajnos ez ilyen következményekkel jár, tudomásul kell venni, hogy ezek a kísérletek, amit megállapítottunk mind a ketten, a hölgy szemtelen arccal, nyugodtan, elegánsan, végig, nem emelte fel a hangját, nem csinált semmiféle kiranát, de azokat a tényeket, amiket elmondott, abból az derült ki, hogy Amerikában aggódnak ezek a különböző szervezetek, és azért volt egy szenátusi meghallgatás, hogy kérem szépen figyeljetek már oda arra, mert ennek beláthatatlan következményei lesznek az Egyesült Államok mezőgazdaságára nézve, és ugyebár miután az Egyesült Államok gyakorlatilag önellátó mezőgazdaságban, a legfejlettebb mezőgazdaság a világon, a lakosság 6%-a dolgozik csupán, csak ott is azok megtermelik a 300-valány millió embernek az élelmiszerét, tehát ez egy meghatározó dolog. Igen, na most csak az jut eszembe, hogy annak idején neked is munkatársad volt, nekem is a rádióban annak idején Tretton Judit, aki nagyon sok könyvet fordított és minden. 10 éve ment el egyébként. Igen, és science fictionöket főleg, és megkérdezték tőle, hogy mondd, Judit, te hiszel a Földön kívüliekben? És akkor ő mindig azt válaszolta, hogy ez nem hit kérdése, azok vannak. Na most én ezt azért hoztam szóba, mert amikor nekünk felteszik a kérdést, ilyen esetben, mert előfordul, hogy ti most tényleg elhiszitek azt, hogy itt az időjárás befolyásáról van szó? És erre én azt mondom, amit Judit annak idején, hogy ez nem hit kérdése, tapasztalhatjuk minden nap. Na de most komolyan, ha csak ezekből a válogatott bejátszásokból, amiket mi is itt összeválogattunk, ebből a 10-ből, amit bemutattunk, teljesen egyértelmű a helyzet. Objektív, normális, nem elszállt, nem elvadult, szakértők mondják el a véleményeket, pontosan. És ebből az a kép alakul ki, amit elmondtunk itt, minden létező módon befolyásolják az időjárást, befolyásolják a tudatot, befolyásolják az elmét, a természetet, a vizeket, pontosan. A növényeket, a mezőgazdaságot, mindent, és ezt mi mind a ketten tényként kezeljük. Még annyival tartozunk, hogy elmond azt, hogy azon kívül, hogy a premier adás este 9-től 10-ig van, minden pénteken, és máshol hol tudnak még figyelemmel 21 kísérni. És 22 óra között. 21 és 22 óra között, jó. Igen. Köszönöm. Másnap, mások délelőtt a Hihetetlen Magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalára fölkerül bágyazott videóként a Facebook, YouTube, Dailymotion, és most már Inda videóként is fölkerül. Egyébként sok-sok ezer, legalább 8000 néző jött most onnan hirtennyiben az első alkalommal. Ezzel itt megtekintetik a műsorunkat. Azok, akik feliratkoztak a Hihetetlen Magazin, illetve a Hihetetlen TV YouTube csatornája, akkor onnan értesülnek, és ott direktben megnézhetik a műsorunkat. A Hihetetlen Magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalán a műsorhoz kapcsolódó szövegek, videóképek megtalálhatók, és itt mondhatják el véleményüket a műsorral, illetve az ott megjelenő anyagok tartalmával, képeivel, videóival kapcsolatban. Köszönöm szépen a rövid összefoglalót, önöknek, kedves nézők, a megtisztelő figyelmet, és akkor egy hét múlva, tehát a szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen Magazin. Indiana Jones nyomában, az ősi idegenek titkai, Smaragdváros a tengerparton, Stonehenge a Michigan-tó mélyén, Gondwana gyarmatvárosa. Őskori, túl fantasztikus alkotások, földönkívüliek és dinoszauruszok. Abaton az elérhetetlen, a hindu Nazca vonalak, a felhő harcosok népe, a Sirius rejtély, tiltott régészet. Tényleg létezik a 9. bolygó? Nibiru a naprendszerben, 7 év Tibetben. Megtalálták Shambhalát. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen Magazin külön számában, kapható az újságárusoknál.